Pilinszky János sorai ihlették Csémájer Katalin alkotót, amikor a festményeiből a Napokban nyílt kiállításának címet keresett. És bár a költő sorait vérzivataros időben, 1942-ben vetette papírra, máig örökérvényű gondolatokat fogalmaz meg az emberi természetről. Csémájer Katalin egész életével és munkásságával azt igazolja, hogy lehet és kell is hinni, bízni, szeretni, s hogy a döntés, miképpen élünk, a mi kezünkben van. Kedvenc költőm Pilinszky János, és az ő verséből időztem ezt a kifejezést, a Halak a hálóban című verséből, ugyanis ő is állandóan kereste az élet értelmét, kereste az emberek közötti harcnak a miértjét, és mostani világban, ahol egyre nagyobb a zaj, egyre hangosabb és erőszakosabb erők törnek fel, úgy érzem, hogy ez egyre aktuálisabb. Csémájer Katalin, noha a kiskunsági Pusztavacson született, igazi nevelőjének és otthonának mégis a Tolnai tájat, Tamásit és környékét tartja. Óvodapedagógusként több évtizedet töltött a pályán nyugdíjba vonulása előtt, és a különböző művészeti ágak segítségével gyerekek százait nevelte a szépre. A természethez ezer szállal kötődik, festményein a színekkel és a fényekkel igyekszik megörökíteni mindazt a nyugalmat és harmóniát, amelyet számára a táj és közvetlen környezete jelent. Nagy családban nőttem fel, három testvérem volt, mert a nővérem él egyedül, és ez a testvéri szeretet, ez végig kísért az életemet, hogy mindig szeretetben nevelkedtem. És a szüleim is állandóan énekeltek, verseltek, sok mesét kaptam nagyszüleimtől is. Kislánykoromban az Öreghenyi erdő mellett nőttem fel Tamásiban, és a zöld, az erdő, a lombozat az meghatározó volt mindig, hogy zöldben éltem. A nagymamám, a Pusztavacs nagymamám, ők ugye Alföldön éltek, és ott is a zöld, a nagy mezők. Tehát ez úgy belém ivódott, a zöld, a kékek, a vizek. Csémájer Katalin ír, fest, énekel, színes egyénisége és derűje a helyi közösségben végzett valamennyi tevékenységében alakot ölt, és Tamási város számára is értéket képvisel. A képei elsősorban a természetről szólnak, arról, ami körülvesz minket, arról a gyönyörű virágról. Nem csak Tamásit festő, hanem a távolabbi tájakat is megragadja. Kati egy életvidám, mosolygós személyiség, aki nagyon szereti azt a helyet, azt a közösséget, ahol él. Kötődik Tamásihoz is, itt Tamási mellett Párihoz is. Ő igazi közösségi ember, ugye eleti foglalkozása, szakmája, hivatása, mondhatjuk, hogy az óvónő, de a művészeti közösségekben, a helyi kórusban, és sok más helyen is ő otthon érzi magát, jól érzi magát, ez az ő közege. Ő egy nagyon értékes közösség, akit nagyon, nagyon szerettek a Tamásiak és a Páriak is. A világ és benne a gyerekek is változnak, de az alkotó szerint érdemes élnünk és megkeresnünk magunkban és egymásban is a jót. Kapcsolata a gyerekekkel nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg, rajzpályázatokon, könyvtári foglalkozásokon, táborokban találkozik velük, és unokái is kitöltik mindennapjait. Időnként pedig összefut régi tanítványaival. Visszaköszön már egy felnőtt hölgy, hogy emlékszik, hogy mit írtam a kis emlékkönyvébe, hogy mindig táncoljon, és mindig rajzoljon, nevessen, és ez megvalósult. És hát azért is sokan így visszaköszönnek, hogy köszönik, hogy voltam, mert nyitottá váltak, elfogadó voltam mindig a gyerekekkel, és ez már akkor, ha kiskorban ezt tapasztalják a gyerekek, ez végig kíséri őket. Remélem, hogy azért a szülők is jobban odafigyelnek arra, hogy minél többet kint a szabadban, a természetben, botot gyűjtsenek, leveleket, csodálják meg a bogarakat, a virágokat, és hogy ezeket szeressék. Ez hiányzik nekem, hogy félő, hogy kicsit elveszőbe van, de bízom benne, hogy jó felé haladunk. Csémájer Katalin kiállításának megnyitóját Ferenc Orsolya énekművész és a Blumenkranz pedagógus kamarakórus előadása gazdagította a Tamási Vályi Péter szakképzőiskola Kindl galériájában. A dallamokból talán egy kicsi még a kupola falai között maradt, és az alkotó festményeit nézegetve az ide később betérő látogató lelkében is felcsendülhet néhány hang. A kiállítás
szeptember 30-áig látogatható.